Sziasztok, én Robi vagyok, ez pedig itt az Anikó Kft. Legújabb videója, melyben audio kiegészítőket szeretnék nektek bemutatni. Első körben egy zajszűrős fejhallgatót, minek elég sok extrája van, de nézzük is, mik azok a fontos tulajdonságok. Több PTT gombbal is rendelkezik. Mint látjátok, itt oldalt van egy piros gombunk, amit nyugodtan a fülünkhöz nyúlva meg tudunk nyomni, és kényelmesen el lehet indítani róla a rádiót, de a másik PTT gomb az itt a kábelén található, magának a fejszetnek a kábelén, amit akár tenyérrel is meg tudunk könnyedén nyomni, ezt fel lehet csiptetni a ruhára. Plusz jó és nagyon-nagyon-nagyon hasznos funkciója ennek a fejszetnek, hogy a fülpárnáját le lehet venni, mert mágnessel rögzül, így könnyen lehet tisztítani, vagy akár cserélni is ezt a fülpárnát. Alapesetben ez a fejszet kábel nélkül vásárolható meg, viszont többfajta kábel kapható hozzá külön. Ilyen például a Kenwood csatlakozó, ami jelen pillanatban az Anikónál ugye a Voxun rádiókhoz jó, vagy pedig a Motorola T sorozathoz is van kábelünk, így egy normál PMR adóvevővel is lehet használni ezeket a zajvédelmi fejhallgatókat. De hogyha így csak rádiótok van, akkor se kell lemondanunk erről a fajta audio kiegészítőről, mert van az így csak készülékekhez is kábel, továbbá a Kalta PH-szériás DMR készülékekhez is van kiegészítő kábelünk, úgyhogy akár ipari felhasználástól kezdve a koncert biztosításig, vagy mondjuk tényleg csak otthon szeretnél nagyon-nagyon csöndbe lenni, de közben szeretnéd használni a PMR rádiódat, akkor erre is van megoldás. Ennek a fejszetnek van egy párja, ami pedig repülőgépekben használható, és ezt is sikerült most már a webshopon rendszeresítenünk. Itt nincs levehető fülpárnál, viszont az intercom kialakítása tökéletes. Én ezt teszteltem, Tapolcai reptéren voltam, és Lajos barátom segített abba, hogy ki tudjuk próbálni ezt a fajta headsetet. Az intercomnak az érdekessége, hogy pluszba még ezen a csatlakozón van hely külső eszközök becsatlakozására, tehát akár egy plusz rádiónak, vagy egy telefonnak az audio bemenetét is rá tudjuk kötni. Ugye ez kimondottan az intercomos csatlakozásra van felszerelve, ennél nincs kábel cserére lehetőség. Viszont, ha más munkakörben, vagy más hobbihoz kerestek fejszetet, akkor van már nyitott sisakhoz is audio kiegészítőnk, méghozzá ez a fajta fejszet, amit én is teszteltem kerékpáron, ugye külső PTT gomb és egy nagyon könnyű, egyszerű nyitott sisakhoz való fejszetről van szó. Ez most jelen pillanatban a Motorola T sorozathoz van ellátva kábellel, tehát ezzel tudjátok használni. De ha valakinek gége mikrofonra lenne szüksége, például siklóernyőzéshez, akkor ez is már egy megoldott feladat, mivel ebből is találtok a webshopon. Ennél cserélhető a fülhallgató része, többfajta fülhallgatóval jelen pillanatban egy ilyen fülhorgos megoldással van ellátva. Ezt most a Motorola T sorozathoz és az XT sorozathoz láttuk el kábelekkel, ezekkel fogjátok tudni használni. Ennyi lett volna az audio kiegészítők bemutatója. Ha több kérdésetek lenne, akkor bátran írjatok. Ha ki szeretnétek próbálni ezeket a fejhallgatókat vagy fülhallgatókat, akkor a Budapesti és a Nyíregyházi irodában ezt meg tudjátok tenni. Kövessetek be minket, osszátok meg a videót, hogyha tetszett. Én voltam egy Robi, Anikó Kft., és ez volt itt az audio kiegészítős bemutató videónk. Sziasztok!